Halomban áll a Gabona, a Kisvárdai Transit Speed Kft. telephelyén. A vállalkozás most bővítette kapacitását annak érdekében, hogy még több terményt tudjanak átrakni egyik vagomból a másikba, vagy vasútról kamionokba. A fejlesztésre azért is szükség volt, mert a háború miatt a Magyarországon átszállított ukrán gabona nem jutott el az afrikai országokba, hanem Vármegyékben tárolták be. Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminiszter azt mondta, az Európai Bizottságnak sokkal hamarabb kellett volna lépni az import tilalom ügyében. Itt az Európai Bizottságnak sokkal előbb kellett volna lépnie. Itt az Európai Bizottságnak észlelnie kellett volna, hogy egy eredeti megállapodással, európai értékekkel, vagy érdekekkel ellentétes helyzet jött létre. Már lépnie kellett volna, amint érzékelte, vagy érzékelte volna, hogy hoho, -ho, hát itt nem arról szólt a megállapodás, az ukrán gabonát az be lehet hozni Közép-Európába, és tönkre lehet vele verni a mezőgazdasági piacot, meg, meg tönkre lehet vele verni a, a a gazdálkodóknak vagy a gazdáknak a megélhetését, hanem, hanem, tovább kell vinni ezt a, ezeket a terményeket innen. Ugye nem lépett időben az Európai Bizottság, ennek aztán lett a következménye, ami lett, de mi megvédjük a magyar gazdákat, a magyar mezőgazdaságot, a magyar élelmiszeripart, és ezért úgy döntöttünk, hogy ugye egy oldalú alapon megtiltjuk ideiglenesen a gabona importot Ukrajnából. Aztán az Európai Bizottság is kénytelen volt már érzékelni, hogy itt valami probléma van, mert ugye nem csak mi, hanem a lengyelek, a szlovákok, a románok, a bolgárok is fölléptek ebben az ügyben. Az Európai Bizottság nem csak a gabona ügyben, hanem a szankció kérdésében is tévúton jár a miniszter szerint. Magyarország képes volt biztosítani a hazai energiaellátást a tavalyi télen, és Szijjártó Péter szerint nálunk lesz elég kőolaj és földgáz a következő télen is a szerződéseink rendelkezésre a szállítóink megbízhatóak, a tranzitországok megbízhatóak, itt csak azt kell, hogy senki ne akarjon fölrobbantani semmit és akkor mi rendben vagyunk, hiszen az Oroszországban megkötött földgáz és kőolajszállítási szerződések garantálják az ország ellátását. A tranzitországok eddig teljes mértékben teljesítették a tranzit úgyhogy itt én problémát Magyarország szempontjából nem látok. A többiek hogyan oldják meg, az majd nyilván egy más kérdés, meg az ő bajuk. Ugye a helyzet az az, hogy a hátunk mögött hagyott tél az egyrészt rendkívül enyhe volt, másrészt pedig a térevaló felkészülés során azért 60 milliárd milliárd nyorozgáz még csak bejött az Európai Unióba. Ugye aztán nagyjából nyár környékétől kezdték el felmondani a szerződéseket, vagy egyik, vagy a másik oldalról. Ez, ez az orosz gáz, ez hiányozni fog az idejeztendő európai energia mixéből, úgyhogy meglátjuk, hogy ennek a pótlását a többiek hogyan tudják megoldani. Magyarország energiaellátásának biztosításához szükség lesz a paksi atomerőmű bővítésére. A miniszter azt mondta, ugyan támadják sokan a beruházást, elsősorban üzleti érdekből, de kulcsfontosságú a Paks 2 befejezése a földgáz függőség enyhítése miatt.